Szevasztok, srácok! A mai alkalommal úgy döntöttem, hogy ismét egy LEGO IDS-szal jelentkezem, viszont azok, akik várják a következő 300 alatt részt, azoknak már sokáig nem kell várni, mert ugye hamarosan megérkeznek most már hozzám is a kisebb Harry Potteres készletek, azok mindenféleképpen be lesznek mutatva a 300 alatt keretein belül, úgyhogy tényleg most már sokat nem kell várnatok, max. Egy hét, vagy legrosszabb esetben két hét, viszont mindenféleképpen be lesznek azok mutatva. A mai adásban viszont mindenféleképpen beszélni akartam a LEGO IDS-ról, mint olyan a LEGO IDS intézményéről, mert bármikor, amikor kirakok a social médiára képet, vagy a heti LEGO hírekben beszélek, hogy egy ötlet ismét elérte a 10.000 szavazat, akkor még mindig rengeteg kérdés és komment érkezik azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet jelentkezni, hogyan lehet szavazni, hogyan működik ez az egész, úgyhogy mindenféleképpen ebben a mai adásban megpróbálom összefoglalni számotokra, hogy hogyan is működik a LEGO IDS. Úgyhogy ha bármikor látjátok a jövőben a kommentek között, hogy valaki még mindig értetlenkedik, hogy hogyan működik ez az egész, akkor ezt a videót linkeljétek be neki oda, és akkor remélhetőleg, hogyha el tudom mondani normálisan, akkor hát mindenki most már érti, hogy hogyan fog működni ez az egész LEGO IDS téma, úgyhogy vágjunk is bele a mai adásban, nézzük is meg az első pontot, amiben megpróbálom összeszedni, hogy hogyan is indult ez az egész LEGO IDS, azaz milyen a LEGO IDS története. Először is vissza kell utaznunk egészen 2008-ig, amikor megalakult ez az egész márka, vagyis hát akkor még LEGO Kuszó néven futott, még nem is LEGO IDS-ról volt szó, mert ugye akkor kettő cég társulásából jött létre ez az egész kis kampány. Először is ugye a japán Kuszó és a, hát ugye a dán LEGO csoport egyesüléséből létrejött a bolygó kapitánya, nem, hanem ugye a LEGO Kuszó név, amit 2014-ben megváltoztattak LEGO IDS-ra, mert ugye egészen 2014-ig, ha jól tudom, akkor még csak beta fázisban futott ez az egész Kuszó néven, de 2014-től datáljuk azt, hogy hát végre megkaptuk a nem beta fázisú LEGO IDS-t. Összesen 30 darab készletet mutatott be a LEGO IDS név alatt, vagyis hát az elsőt ugye az még Kuszó néven futott. A legelsőt ugye 2011-ben mutatták be, viszont ezen még nagyon érződött a japán hatás, mert ugye japán volt a tervező is, és japán hát témáról szólt. Ez volt a 6500-as Shinkai tengeralattjáró, amit 21-100-as kódnévvel illettek, viszont 2014. január 1-én bemutatták az utolsó Kuszó néven futó készletet, ez volt a Marsi Rover, ezután közvetlenül érkezett hát még abban az évben, júniusban, június 1-én a legelső LEGO IDS, most már ténylegesen LEGO IDS néven futó készlet, ami ugye a Szellemirtókos volt, ami tök véletlenül itt van mellettem. Hamarosan bemutatót akarok ebből tervezni, úgyhogy azért is van ez ide bekészítve. És azért szerintem egész jól látszódik rajta, hogy mennyit változott a készlet a Kuszókhoz képest. Szerintem ez már sokkal jobban ki van dolgozva LEGO mértékkel. Szerintem simán megállna a helyét még a mai IDS-ok között is. És még a tetejére, hogy ugye elég kis készletről van szó, azért az autó remekül ki van dolgozva, és ez a négy egyedi minifigura a sorozatból szerintem hát egész jól néz ki, úgyhogy mindenféleképpen lesz hamarosan ebből egy bemutató. És ezek után egymás után érkeztek a készletek IDS név alatt. Volt olyan év, amikor csak egyet mutattak be, de volt olyan év, amikor már négyet is sikerült bemutatniuk. Ugye a legutolsó volt a 21322-es kódnéven futó Barakuda Öbör kalózai, amit én is bemutattam valamelyik adásban néhány hónappal ezelőtt. Ha kíváncsiak vagytok rá, akkor ott van fönt a sarokban, meg tudjátok nézni. Viszont van egy érdekesség magyar szemszögből is, mert ugye 2019-ben volt egy magyar tervező által készült LEGO IDS-unk is, mégpedig Szabó Máté által, amit 2019 április 1-én mutattak be, ez volt ugye a Steamboat Willie készlet. Ha se láttátok még, azt is ott fönt meg tudjátok nézni. Na de hogyan is működik ez az egész szavazás? Először is kettő felé osztanám ezt az egész témát. Először is vannak emberek, akik ugye szavazni szeretnének bizonyos készletekre, és vannak mások, akik hát ötleteket szeretnének oda feltölteni. Először is nézzük meg, hogy hogyan működik ez az egész szavazás. A linket ide beteszem a legelső kommentben, hogyha el szeretnétek ti is indítani a LEGO IDS oldalt. Egyszerűen csak be kell oda jelentkeznetek, hogyha még nincsen LEGO regisztrációtok, akkor mindenféleképpen a LEGO oldalán tudtok egyet készíteni, ezekre ugye VIP pontokat is tudtok szerezni, és akkor ezáltal be tudtok ide is lépni. És ahogy itt látjátok, hogy itt a kezdő lapon először is föl van tüntetve néhány újabb készlet, néhány pár akció, amit a LEGO általában szokott futtatni ezen az oldalon. Viszont, hogyha ti szavazni szeretnétek, akkor mindenféleképpen először menjetek az Explore nevezetű kis fülre. Itt jobb oldalt látjátok, a témákban ugye külön vannak szedve, hogy milyen témák között lehet válogatni. Ezek között nyugodtan nézzetek szét, hát ha van olyan, ami nektek tetszik ezek közül. Viszont én általában ugye egy ilyen Must Supported nevezetű kis
fülre szoktam menni, ugye ezek azok a készletek, amik már annyi szavazattal rendelkeznek, hogy azért hamarosan elérik azt a bizonyos 10.000 számot, és hogy itt látjátok is, ugye ez a BMW M1-es E26-os készlet lesz nagy valószínűséggel a következő ötlet, ami a 10.000-et el fogja érni. Mindenféleképpen, hogyha ezek közül valamit szeretnétek támogatni, akkor csak végignézitek, és akkor hát tudtok rájuk szavazni. Igazából ennyi a szavazás, úgyhogy ez tényleg egy nagyon egyszerű. Viszont mi a helyzet akkor, hogyha ti ötletet szeretnétek regisztrálni, ami egy kicsit bonyolultabb? Először is mindenféleképpen nézzetek szét a LEGO Ideas oldalon, hogy egyáltalán a LEGO engedi-e azt a bizonyos ötletet, ami ti ki szeretnétek találni, vagy meg szeretnétek alkotni. Erre van egy nagyon jó kis segítségük, ide csak be tudjátok írni azt, hogy milyen témakörben szeretnétek gondolkozni. Hogyha ez egy eredeti ötlet, akkor ezzel semmi gond nincsen, hogyha csak ti találtátok, ki nem rendelkezik semmilyen filmjogokkal, vagy akármivel kapcsolatosan, akkor igazából semmi probléma nincs az indításával. Viszont, hogyha olyan témakörben szeretnétek indítani ötletet, ami hát valamihez köthető, tudom én, valamilyen filmhez, vagy akármihez, akkor mindenféleképpen először itt nézzétek meg, hogy a LEGO által ez engedélyezette. Én egyből be is írom ide az én veszőparipámat, hogyha jó lenne, ha lenne ilyen készlet, mégpedig Dragon Ball-os LEGO készlet, de hogy sajnos látjátok is, ezt az IP-t a LEGO nem engedi, mivel hát gondolom ellen megy az ő hitvallásoknak, bármiüknek, és sajnos hát nem lehet meg LEGO Dragon Ball-os készletek, amit egy kicsit sajnálok, viszont azért valamilyen szinten meg is lehet érteni. Úgyhogy mindenféleképpen ez az első pont, nézzétek meg, hogy a LEGO egyáltalán megengedi-e azt az ötletet, amit ti indítani szeretnétek. A második ponton pedig megnézhetnénk, hogy ki indíthat ötletet ezen az oldalon, ami igazából gyakorlatilag bárki, aki betöltötte a 13. életévét, és nem a LEGO-nál dolgozik, tehát nem rendelkezik LEGO munkaviszonnyal, az ott dolgozók sajnos nem indíthatnak készleteket. Aztán végül elérkeztünk szerintem a legizgalmasabb dologhoz, mégpedig az építéshez, viszont ennek is ugye van kettőféle verziója. Először is ugye fizikailag megépíthetitek, és van, amikor csak online térben létezik az az alkotás. Először is nézzük meg azt, hogy fizikailag hogyan működik ez az egész. Hát gyakorlatilag, hogyha otthon rendelkeztek 3,5 tonna a LEGO elemmel, akkor gyakorlatilag abból összetudjátok építeni a kis alkotásotokat, fényképet készítetek róla, és ezt beküldítek a LEGO Ideas-nak. Viszont van ennél egy sokkal költséghatékonyabb megoldás is, mégpedig, hogyha letöltitek a LEGO-nak az ingyenesen elérhető LEGO Digital Designer nevű programját, amiben hát online keresztül meg tudjátok alkotni ezt a bizonyos alkotást, ezt igazából utána csak ki kell renderelni, és akkor ezt a képet külditek be a LEGO Ideas oldalára. Igazából a kettő közül tök mindegy, hogy melyiket szeretnétek alkalmazni, hogyha van otthon sok elemetek, akkor mindenféleképpen fizikailag lesz összerakva, ami szerintem egy kicsit jobb, legalábbis nekem, mert én szeretem megfogni a dolgokat, viszont aki jobban benne van az online világban, akkor hát ingyenesen meg tudja alkotni a rengeteg ötletét, és akkor ugye ahhoz nem kellenek LEGO elemek. Egyébként nem szükséges használni a hivatalos LEGO Designer programot, hogyha nektek az a felület nem tetszik, akkor ezen kívül még rengeteg másik alternatíva van. Ide most be is rakok egy képet, amin láthatjátok, hogy milyenek vannak még. Van ilyen Leo CAD nevezetű, LD CAD nevű, Bricsmith Studio és Mega Bricks néven futó alkalmazások, amik gyakorlatilag gondolom ugyanolyan LEGO összeépítő program, hogy közából én abszolút nem vagyok benne ebben a témában, úgyhogy nem is tudom, hogy hogyan működik, viszont arra figyeljetek, hogy mindenféleképpen ki kell renderelni a képet, és akkor azt küldjétek be erre a bizonyos szavazásra. Na de mi történik akkor, hogyha sikerült végre beregisztrálnotok ezt a bizonyos alkotásotokat? Igazából 60 napotok van arra, hogy elérjétek a 100 támogatót, viszont hogyha nem sikerül 60 nap alatt 100 embert összeszednetek, akkor sajnos ez a egész ötletetek a kukában fogja végezni, viszont hogyha sikerül összeszednetek 60 nap alatt, akkor kaptok utána extra 12 hónapot, tehát egy évet, hogy összeszedjetek 1000 embert arra, hogy támogassa ezt a bizonyos ötletet. Viszont, hogyha sikerül ez az 1000 ember, akkor utána még extra 6 hónapot kaphattok, hogy összeszedjétek az 5000-et, és 5000 után pedig még extra 6 hónap áll a rendelkezésetekre, hogy megszerezzétek a 10.000 támogatót, és ezáltal ugye hát akár LEGO készlet is készülhet belőle. Na de mi történik olyankor, hogyha eléri az ötletetek azt a bűvös 10.000 szavazatot,
Igazából kettőféle alternatíva van erre az esetre, először is ugye, hogy a LEGO beszavazza és abból készlet készül, a második pedig az, hogy hát sajnos nem, és akkor ezáltal nem készül belőle készlet. Viszont ilyenkor sem távoztok üres kézzel, mivel minden 10.000 szavazatot elérő embernek, hogyha nem szavazza be a LEGO, a hát hivatalos LEGO készletnek, akkor $500 értékben LEGO készleteket fog nektek küldeni, ami max 3 LEGO készlet lehet, tehát 3 hatalmas készletet fogtok kapni, ami hát egy egész jó kompenzáció akkor, hogyha nem kerültök be, de szerintem ez is egy egész nagy dicsőség, hogyha sikerül elérni ezt a bizonyos 10.000 számot. Viszont, hogyha eléri azt a 10.000 szavazatot, és még a LEGO is beszavazza, hát akkor indul el a szerencsevonat, mivel akkor tényleg egész jó dolgokat kaptok a LEGO-tól. Először is ugye 1%-ot kaptok a bevételből, tehát minden egyes készletet, amit ugye ti terveztetek, amit ugye ugyan utána egy kicsit azért át szokott alakítani mindenféleképpen a LEGO, viszont minden egyes eladott készlet után ugye 1%-ot kaptok a bevételből, ami ugye nem tűnik túl soknak, de azért gondoljatok bele, hogy az egész világban mennyi ilyen LEGO készletet adhatnak el, úgyhogy szerintem az az 1% egészen jó lehet. Azután még 10 készletet kaptok ingyen, abból ugye, amit ti terveztetek, és még a tetejére meg is lesztek örökítve az örökkévalóságnak, mivel minden egyes összerakási útmutatóban van egy kis interjú ugye az eredeti tervezővel, és akkor gyakorlatilag belekerültök a LEGO vérkeringésébe, ami szerintem egész menő, hogyha benne vagytok abban a kis füzetben. Nos, srácok, hát remélem azért egész érthetően el tudtam magyarázni, hogy hogyan is működik ez az egész LEGO Ideas, viszont hogyha még bármilyen kérdésetek van ezzel kapcsolatban, akkor kommentben mindenféleképpen jelezzétek, és akkor ott meg tudjuk ezeket beszélni. Viszont, hogyha tetszett a videó, akkor tudjátok, ezt lájkkal jelezzétek, és iratkozzatok fel, mert az nagyon fontos. Találkozunk a következő adásban, addig is jók legyetek, sziasztok!